Ha megkérdezel egy magyart, hogy mi az az étel, ami nem hiányozhat a karácsonyi asztalról, valószínűleg a következők egyikét fogod hallani. Rántott hal, halászlé, húsleves, töltött káposzta, töltött pulyka, beigli. A babona szerint az, hogy mit eszünk új évkor, meghatározza az egész évet. Ezért új évkor lencsét eszünk, hogy gazdagok legyünk, és malacot, hogy szerencsések legyünk. És mi a helyzet az újévi ételekkel? Nálunk soha nem volt nagy divat ez az újévi dolog, tehát virsli, ez az ugye tipikus, de ezen kívül például mi soha nem csináltunk lencsét. Tényleg? Nem szoktatok lencsét enni? Nem szoktunk. Laci, de hát ha nem eszel lencsét, akkor nem leszel gazdag. Hát ezért vagyok szegény. Nem eszem lencsét. Mi nálunk mindig szoktatok? Van lencse. Aha. Sőt, anyukám nagyon vicces, mert nem tudja pontosan, hogy mikor kell enni a lencsét, 31-én, december 31-én, vagy január 1-én. Szóval mi december 31-én és január 1-én is eszünk lencsét. Úgyhogy két napig non-stop lencsét eszünk, hogy biztos-biztos gazdagok legyünk.